Azt gondoltam, hogy azt követően, hogy a fantasztikus gondolataitól meg kell szabadulnia, vissza kell vonni Galileinek tanai, csak lefelé megtoppantott egyet a lábával, legalább elnézést kér a vegzált munkatársaitól, illetve példát mutat, és önkéntes alapon munkatársaival, bűnmunkatársaival karöltve, hát bemutatja, hogy gondolta ezt az előzetes jegyvizsgálatot, hát a többiek azért ennek ellenére kedvet kapnak hozzá, de ami a leglényegesebb, hogy miután ő maga fölismerte a kimutatásai alapján, hogy számos olyan munkanappal, amikor a jegyvizsgálók a készéleti jellegű munkakört nem tudják teljesíteni, akkor azokra az időkre bizony a rendes munkaidőre vonatkozó szabályok szerint korrigált fizetést ad a számunkra, vagy legalábbis kezdeményező kifizetéseket. Hát ez se történt meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy a MÁV-startnak egyes vezetői az embereiket, egész egyszerűen mondtam, rabszolgának tekintik, egy beszélő szerszámnak. Nem korrekt az eljárás. Én ezúton is kérem, aki nézi a MÁV-start vezetésé közül ezt a felvételt, hogy hasonlóan, hogy akár a munkatársai vonatkozásában cselekszik, akár önmagában számol, elszámol, és változtat a magatartásán. Ez mégiscsak egy család, itt állítólag hivatástudattal sűjtött emberek cselekszenek, léteznek. Ez vonatkozik ugyanúgy a vezetőre, mint a beosztottra, mindarra, aki ostasgúnyát hordoz. Szóval egy szó mint száz, humán területen van még mit tenni a MÁV-start új vezetésének, és ezt nem a kincstári optimizmus diktáltatja, hanem a tapasztalás, mert őket ismerem, akár a humán vezetést, akár a vezérigazgatót, hogy akar és remélem tud is tenni, ha hagyják, hogy változzanak ezek az áldatlan állapotok.